2023-as év igen mozgalmas volt a budaörsi tanoda életében. Mik voltak a legmeghatározóbb mozzanatok, melyekre szívesen emlékezik vissza? Valóban így van, a 2023. évünk az egy rendkívül mozgalmas év volt, elképesztően sok programot valósítottunk meg. Nagyon-nagyon sok gyerek kezdett el ismét járni a budaörsi tanodába, hiszen a valóságban ugye 2022-ben kaptuk meg ezt az új helyet, itt a Farkasréti út 6 per A szám alatt Budaörsön, de hát az igazi munka az 2023 tavaszán indult el, és a gyerekek attól kezdve kezdtek ismét járni a budaörsi tanodába, illetve hát nem csak a gyerekek, ők valóban, tehát ők tanulni járnak ide, főleg korrepetálásra, fejlesztésre, különféle programokra, de hát emellett számtalan más programot valósítottunk meg az elmúlt év során. Amire nagyon szívesen visszaemlékszem, az a többek között a 7 nap, 7 koncert, 7 helyszín itt Budaörsön, amelyet a Budaörsi Tanoda és a Román Oglászó Együttes valósított meg, és Budaörsön egy héten keresztül minden nap különféle koncerteket tartottunk, ami elképesztően sikeres volt, de nagyon-nagyon sikeres volt a budaörsi nyitott kórus programunk, ahová olyan budaörsiek és nem csak budaörsiek járnak most már, akik nagyon szeretnek egy közösség tagjai lenni, szeretnek énekelni cigány népdalokat, magyar népdalokat, popdalokat, szóval tényleg mindenféle dalokat adunk elő, vagy adtunk elő. És itt egy igazi, nagyon-nagyon kellemes közösség alakult, akik most már nem csak az énekléssel, a zenéléssel foglalkoznak, hanem különféle dolgokban segítik és támogatják egymást, többek között a budaörsi tanodát is segíti ez a csoportosulás. Amit még nagyon fontos megemlíteni, hogy október 15-én volt egy tehetségkutató programunk, ami már jóval korábban indult, de ekkor volt a gála műsor. Itt énekzene kategóriában szerveztünk programot, tulajdonképpen versenyt a fiataloknak, illetve azoknak, akik jelentkeztek. Ez nagyon-nagyon sikeres volt, és valamilyen formában ezt egyébként most folytatjuk is, hiszen akik részt vettek ebben a programban, azokkal továbbra is foglalkozunk, tartjuk a kapcsolatot, és tovább tudunk lépni velük. Az idei év egy felújítással indul. Mi változik meg a tanodában? Nagyon érdekes, mert a 2023 is úgy indult, hogy egy nagyobb felújítás volt a tanodában, és akkor is tartani kellett egy kisebb szünetet, de akkor volt lehetőségünk arra, hogy visszamenjünk még a régi helyre, ahol régebben működött a tanoda, a templom térre, ugye, és ott azt az épületet tudtuk még használni, amíg folyt a felújítás. Most is, de most egyébként egy sokkal kisebb felújítás van, találtunk egy csőtörést itt a fürdőszobában, és azt kell most villámgyorsan megcsinálni, hogy ne menjen tovább, ne legyen rosszabb a helyzet, és ez most januárban, ez tulajdonképpen 2 hét alatt meg fog történni, és aztán jönnek vissza a gyerekek, de ami rendkívül fontos, hogy azok a gyerekek, akik készülnek a felvételire, tehát a 8. osztályos gyerekek, azok továbbra is járnak hozzánk, igaz, nem ide a tanodába, hanem a babtérrel közösen megállapodtunk abba, hogy a babtérbe járhatnak addig, amíg nálunk a felújítás történik, tehát 2 hétig még, és akkor ott készülhetnek a felvételire, hiszen az nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekek jó szerepeljenek, jó eredményt érjenek el a központi írásbeli felvételin. A régi funkcióját mikor nyerheti el újra az épület? Mikor lesznek kész a felújítások? A szakemberek, akik felújítják most a tanodát, elhárítják a hibát, azt mondták, hogy legeslegkésőbb január végén ismét birtokba vehetjük a tanodát. Egyébként azt fontos tudni, hogy mi itt most dolgozunk, tehát akik itt munkatársak, azok dolgoznak, készülnek, az adminisztratív munka, az adminisztráció, az operatív tevékenység az továbbra is folyik, a tanárok pedig készülnek arra, hogy fogadják majd a gyerekeket január végétől, csak a gyerekeket nem engedjük ide, de ennek egyébként nagyon fontos oka van. Nem szeretnénk, hogyha valamilyen baleset vagy valamilyen dolog történne, ami hát a továbbiakban nem lenne szerencsés. A felújítás végeztével, a kapunyítás után milyen programokat terveznek? Hát a budaörsi tanodában ebben az évben is a legfontosabb tevékenységünk az nem más, mint a gyerekek tanítása, korrepetálása, fejlesztése, felkészítése az iskolai előrejutásra. Ebben támogatjuk, ebben segítjük a leginkább a fiatalokat, a gyerekeket, általános iskolásokat és középiskolásokat, de természetesen folytatjuk azokat a programokat, amit az elmúlt évben elkezdtünk, ilyen a nyitott kórus, ahová várjuk
azokat, akik nagyon jól énekelnek, és azokat is, akik kevésbé tudnak énekelni, de egy jó csapat tagjai szeretnének lenni. Továbbra is itt a tanodában tanítjuk a gyerekeket dobolni, gitározni, énekórákat tartunk, illetve táncórákat tartunk a gyerekeknek. Folytatódik a tankert programunk, ahol a gyerekek a tanoda munkatársaival közösen vehetnek részt a kert gondozásában, ápolásában. Folytatódik továbbra is a Nemzetközi Ifjúsági Csereprogram, ami főleg a nyáron fog majd megvalósulni. Nyári gyermektáborokat fogunk szervezni, lesznek napközis táborok, tehát ezek itt valósulnak majd meg a tanodában, illetve lesznek olyanok is, amik mondjuk úgy, hogy ott alvos, tehát ott kell tölteni az adott helyen az időszakot, a táborozási időszakot, és hát számtalan sok más programot tervezünk még, ezeket a honlapunkra ki fogjuk rakni, illetve hát most már csináltunk egy fali újságot is ide a tanoda elé, úgyhogy ott is meg lehet majd tekinteni, hogy milyen programjaink vannak, lesznek a továbbiakban. Összességében a budaörsi tanoda Berkeimről teltház van, vagy várják-e még fiatalok jelentkezését? Hát ugye annak idején éppen azért kértük az önkormányzattól, hogy biztosítson számunkra egy nagyobb helyet, mint ami a templom téren volt, mert annyira sokan voltunk már, hogy fizikailag nem fértünk el. Most ugye átköltöztünk ide a Farkasréti útra, ez valóban egy sokkal nagyobb hely, és saját udvarunk van, aminek mi nagyon-nagyon örülünk. Sokkal több programot tudunk megvalósítani, kényelmesebben, jobban tudunk foglalkozni a gyerekekkel és a fiatalokkal, de azt kell mondanom, hogy már ezt a helyet is túlnőttük, de annyira megszerettük ezt a helyet, és annyi energiát, pénzt és mindent öltünk már ebbe, beletettünk ebbe bele mi is és az önkormányzat is, és a különféle támogatók is itt Budaörsön, hogy nagyon-nagyon ragaszkodunk ehhez a helyhez, úgyhogy most azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk tovább fejleszteni ezt az épületet, ezt az udvart, ezt a helyet, hogy arra alkalmas legyen, hogy még több gyereket tudjunk fogadni. Egyébként folyamatosan jelentkeznek a gyerekek is, a fiatalok, és nagyon fontos, egyre több olyan programunk van, ahová most már felnőttek is járnak, és tudnak jönni, és elfoglaltságot találnak maguknak. Tehát igen, várjuk a gyerekeket, várjuk a fiatalokat, hívjanak minket, keressenek minket továbbra is. Hogyan tudják ezt megtenni? Telefonon tudnak minket felhívni azok, akik érdeklődnek a tanoda iránt, a honlapunkon megtalálnak minket. Az önkormányzatnál megtalálnak minket a családsegítőben, és az összes iskolában megvan az elérhetőségünk. Végül összességében mit vár a 2024-es esztendőtől a budaörsi tanodára vonatkoztatva? Nagyon-nagyon fontos tudni azt, hogy a budaörsi tanodának azért korlátozottak a lehetőségei, most a pénzügyekre gondolok. Az önkormányzat az, aki a legnagyobb támogatónk, és ő az, aki biztosítja a legnagyobb támogatást a budaörsi tanoda részére 2024-ben, és az állami támogatásra már ebben az évben mi sajnos nem számíthatunk. Nem azért, mert nem akartuk, hogy támogasson minket az állam, és az állam sem mondott le egyébként erről, de olyan helyzet alakult ki, hogy az állami támogatás az nem juttatható a budaörsi tanodának, mert nem tudjuk azokat a indikátorokat, feltételeket biztosítani, amelyek ehhez szükségesek. Csak egy példát, hogy hadd mondjak. Tudni kell azt, hogy az állami tanodai rendszerben úgy kaphatnak a különféle szervezetek, tanodák támogatást, hogyha biztosítani tudják azt a feltételt, hogy a tanodába járó gyerekeknek a 71%-a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Na most mi ezt Budaörsön itt most nem tudjuk biztosítani, ami részben szerencsés helyzet, mert ugye kevés a hátrányos helyzetű gyerek, és ez örömteli. Részben viszont nem, hiszen nem vagyunk akkor jogosultak olyan támogatásokra, amelyeket az állami rendszerből tudnánk lehívni, megpályázni. 2024-ben, ahogyan már mondtam, tehát folytatjuk azokat a programokat, amelyeket az elmúlt évben elkezdtünk, és most nagyon-nagyon fontos, hogy rá fogunk erősíteni is, tehát még több programot találunk ki. Ugye az elmúlt évben elindult egy egészen elképesztően jó program, a mesekávézó. Na most ezt a programot szeretnénk kibővíteni, úgyhogy ténylegesen is valóságosan létrehozunk egy mesekávézót, ahol a gyerekek, hát természetesen nem igazi kávét, de különféle csokit, csokizót lehet majd megtekinteni és lehet igénybe venni, illetve olyan italokat kínálunk majd a gyerekeknek, amit ők is fogyaszthatnak. A felnőtteknek meg ténylegesen kávét fogunk majd
adni, biztosítani lehet ezeket a különféle kávékat, különféle csokival majd dízesíteni, és ez egy egészen különleges program lesz egyébként, és mellette természetesen a meseolvasás, a mesenézés, a mesefoglalkozások azok meg fognak valósulni.